Sziasztok! A mai videóban ismét rendet rakunk az egyik sminkes fiókomban. Nagyon szerettétek az előző sminkszelektálós videót, én nem is gondoltam, hogy ekkora sikere lesz. Úgyhogy ezúttal az a fiók van soron, amiben a szempillaspirálokat, szemceruzákat, monoszemhéjpúdereket, meg mindenféle szemfestékeket és szemöldök termékeket tárolom. Tehát gyakorlatilag mindenféle szemre való sminkeket tárolok ebben a fiókban, kivéve a palettákat, mert hogy azok egy másik fiókban vannak. Ez a fiók nagyjából 2 hónappal ezelőtt már átesett egy szelektáláson, de még mindig brutális itt a helyzet, ahogy azt láthatjátok. Úgyhogy azt gondoltam, hogy még egyszer végigmegyek az egész fiókon, mert ez így tarthatatlan. Most nem fogok minden egyes minket a készfejemben is megmutatni, mert akkor nagyjából 2 órás lenne ez a videó, viszont szeretnék néhány dolgot leszögezni még így az elején. Azért van ilyen sok sminkem, mert most már nagyjából 6,5 éve blogolok, illetve videózok, úgyhogy rengeteg sminket vettem én magam is, illetve rengeteget kapok tesztelésre. A másik pedig az, hogy például olyan szempillaspirált, amit én már használtam, nem fogok odaajándékozni senkinek. Hogyha nekem valami nem jött be, akkor azt kidobom a kukába a szempillaspirálok közül. Nincsen semmilyen szembetegségem, de nem szeretnék használt szempillaspirált odaajándékozni senkinek. Másrészt pedig, hogyha lesz itt olyan termék, amit kidobásra ítélek, akkor annak megvan az oka, hogy miért dobom ki. Valószínűleg így is elég sok mindent el fogok ajándékozni. A múltkori videóban nagyon sokat nehezményeztétek, hogy miért dobálok ki sminkeket. Hát azért, mert én 4-5-6 éves sminkeket nem adok oda szívesen másnak sem, és valószínűleg biztos, hogy kaptam volna beszólásokat, hogyha azt mondom, hogy hát ezt az 5 éves pirosítót odaadom ajándékba valakinek. Hát én ezt nem szeretném. Na de most már éppen eleget rizsáztam, szerintem álljunk neki. A szempillaspirálokkal fogom kezdeni, és kapásból van itt a tetején 4 darab szempillaspirál, amiről már beszéltem nektek az előző antikedvences videóban, úgyhogy ezekről most nem is nagyon akarok semmit mondani, ezeket már használtam, nem jöttek be nekem, úgyhogy mennek a kukába. Ezt a Bourjois szempillaspirált ezt még nem bontottam fel, úgyhogy ez marad. Ezt a L'Oréal kétlépéses szempillaspirált nagyon szeretem, ez egy vízálló szempillaspirál, és gyönyörű szempillákat csinál, úgyhogy ez is marad. A Catrice Glam & Dol szempillaspirál nagy kedvencem, úgyhogy ezt is megtartom. A Body Shop Lash Sport szempillaspirált szintén nem mutattam már nektek egy videóban, ez is marad. Ezt a Maybelline szempillaspirált emlékeim szerint még nem bontottam fel, és ezt valószínűleg még nem is fogom egy darabig, mert most jó néhány ilyen szempillaspirált használatban van, de ezt is megtartom. Ez a L'Oréal Mega Volume Miss Baby Roll nagy-nagy kedvencem, imádom ezt a szempillaspirált. Az a baj, hogy nem emlékszem, hogy ezt felbontottam-e már. Minden esetre marad. Ezt a Rimmel Wonderfully Real szempillaspirált is mutattam már nektek egy videóban. Használtam már többször is, de nem igazán győzött meg, úgyhogy sajnos ettől megválok. Van itt egy Clinique High Impact utazóméretű szempillaspirál, sajnos ez nem igazán jött be nekem, úgyhogy ezt kidobom. Aztán ez a Physicians Formula Vavavoom szempillaspirál, hát ez annyira nem rossz, de olyan nagyon különösebben nem voltam oda érte, és mivel ezt már több mint 3 hónapja bontottam fel, így ezt is kidobom. Van itt egy ilyen MAC False Lashes Extreme Black mini szempillaspirál, ezt fogalmam sincs, hogy mióta van itt a fiókban, úgyhogy ezt is kidobom. Ezt az Estée Lauder Pure Color Envy Lash Multi Effect szempillaspirált, ezt igazából szerettem, ez egy ilyen kis utazóméretű szempillaspirál, és ilyen nagyon érdekes keféje van, 2 különböző oldala van, és nagyon szép szempillákat lehet vele csinálni, de már ez is eléggé régóta fel van bontva, úgyhogy ezt is kidobom. Ez a Kiko Extra Sculpt szempillaspirál, ezt talán eddig 2 vagy 3 használtam, de még szeretném, úgyhogy ezt megtartom. És van itt még egy Pupa Vamp Definition szempillaspirál, ezt nem tudom, hogy használtam-e már, megmondom őszintén, minden esetre megtartom. Úristen, óriási mocsok van ebben a fiókban, hát épp ideig lesz kitakarítanom. Térjünk rá akkor a szemöldök termékekre. Az első az a Maybelline Brow Precise Fiber Filler
ilyen színezett szemöldök zselé. Ennek ilyen nagyon érdekes keféje van. Annyira nem rossz, nem azt mondom, hogy a kedvencem, de megtartom, mert szeretném elhasználni. Viszont ezt a Trendita Brow Gel Filler vízálló szemöldök formázó gélt ezt kidobom, mert már nagyon régóta nyitva van, és egyébként ez a 0-20-as árnyalat egy picit világos volt nekem. Úgyhogy elhasználtam, mert nem volt rossz, csak igazából a színe nem volt az igazi, de mivel már nagyon régóta nyitva van, így ezt kidobom. Illetve kidobom ezt a Max Factor Natural Brow Styler átlátszó szemöldök zselét is, hát igen, ez már kezd eléggé undi lenni. Egyébként ezt így szerettem más szemöldök termékekkel együtt használni, de ez is eléggé régóta nyitva van, úgyhogy ezt is kidobom. Ez az Essence Make Me Brow színezett szemöldök zselé, ez marad, ezt nagyon-nagyon szeretem. Van még itt 5 ilyen szemöldök ceruza, az egyik az a Smashbox Brow Tech matt szemöldök ceruza, ennek egy vékony szemöldök cerka van az egyik végén, és egy ilyen kis szemöldök fésű a másik végén, ezt mindenképp megtartom. Ebből a Maybelline szemöldök ceruzából már nagyon-nagyon kevés van, de még mindig nagyon szeretem, úgyhogy ezt biztos, hogy el fogom használni teljesen. Aztán van itt egy Maybelline Brow Satin, ilyen kétvégű kis szemöldök cucc, ennek az egyik végén egy ilyen nagyon vékony szemöldök ceruza van, amit nagyon szeretek, a másik felén pedig ez a szivacsos, púderes, applikátoros valami, amit nem igazán szeretek, de a szemöldök ceruza miatt megtartom. Aztán ez mi? Ez egy NYX szemöldök ceruza. Ezzel kapcsolatban nincsenek egyelőre különösebb emlékeim, valószínűleg még nem próbáltam, de megtartom. Ez a L'Oréal Brow Artist Expert szemöldök formázó, aminek ilyen nagyon érdekes, picit ilyen háromszög alakú a szemöldök formázó része. Hát ettől lehet, hogy megválok, mert én jobban szeretem az ilyen vékonyabb kis szemöldök ceruzákat, úgyhogy ezt odaadom valakinek. Viszont ezt a Maybelline Brow Precise Micro Pencil szemöldök ceruzát megtartom, mert ennek ilyen nagyon vékony kis hegye van, úgyhogy ez nagyon szuper. Úristen, ez a Catrice Long Lasting Brow Definer ilyen szemöldök filc, ez baromi régi, nem is tudom, hogy fog-e még. Hát még fog, de ez már nagyon-nagyon régóta megvan és nyitva van, úgyhogy szerintem ezt kidobom, meg annyira nem is szerettem, megmondom őszintén. És akkor van még itt egy ilyen Physicians Formula szemöldök szett, van itt egy ilyen kétvégű ceruza, aminek az egyik végén van egy ilyen highlighter, amit a szemöldök csonton lehet használni, a másik végét pedig a szemöldök formázására, illetve tartozik hozzá egy ilyen szemöldök zselé is, aminek van egy ilyen kefe a végén. Szerintem ezt odaadom valakinek, mert ez nem mozgatott meg különösebben, viszont ezt megtartom, mert nagyon szeretem az ilyen színezett szemöldök zseléket. Még mindig nagyon sok minden van itt. Igen, van itt egy csomó hegyező, és akkor van itt néhány monoszemhéjpúder, a többsége az pupa, ahogy elnézem. Az egyik az a Summer in LA Holo szemhéjpúder, a 002-es árnyalatban, ez gyönyörű, úgyhogy ezt megtartom, a másik pedig a 001-es árnyalat. Egyébként annyira hasonlóak. Szerintem ezt odaadom valakinek. És akkor van itt még egy Pupa Glitter Bomb szemfesték, ez a 008-as. Oh, ez mennyire brutális. Nagyon durva. Nem tudom, hogy fogom-e valaha használni, de annyira szép. És van itt még egy ezüst verzió is. Úristen, gyönyörű, ahogy csillog. Elképesztően intenzív a csillogásuk, úgyhogy ezeket megtartom, ebből egyébként már rengeteget elajándékoztam, mert ebből 4 vagy 5 árnyalatot kaptam, és a többit ezt elajándékoztam, de ezt a kettőt megtartom. Aztán van itt még egy Pupa Collection Privé szemhéjpúder, ez egy ilyen nagyon szép sötétbarnás árnyalat, úgyhogy ez marad. Pupa Vamp monoszemhéjpúder. Ó, ez is nagyon szép. De annyira hasonló a másikhoz. Hát szerintem ezt inkább odaadom valakinek. Úgy döntöttem. Ez itt egy Pupa Material Luxury 3D
szemfesték. Úristen, de szép. Jaj, gyönyörűséges. Ez marad. Vagy nem maradjon? Nem, ez túlzottan ilyen Barbie pinkes nekem. Úgyhogy ettől elbúcsúzom. És van itt még egy MAC Prolongwear szemfesték. Ez az Uninterrupted árnyalat. Ez egy ilyen matt középbarna szín. Úgyhogy ez egy ilyen jó kis univerzális árnyalat. Úgyhogy ez mindenféleképpen marad. Van itt egy ilyen Urban Decay Primer Potion minta. Négy különböző kis szemfesték alap minta van benne, ez valamelyik Urban Decay palettához volt ajándékba, még egyiket sem bontottam fel, de nem hiszem, hogy lejárt a szavatosságuk, hiszen még nem használtam őket, úgyhogy ezt megtartom. Hát, ha egyszer majd használni fogom. Ebben megjött az eszem, és úgy döntöttem, hogy ettől a két Pupa Glitter Bomb szemfestéktől is megválok, mert egyszerűen soha nem használok ennyire csillámos szemhéjpúdert, és nem hiszem, hogy 33 évesen fogom elkezdeni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezek is mennek. Na és akkor van még itt három ilyen rekesz, ebben vannak például szemhéjalapok, az egyik a NYX Proof It vízálló szemfesték alap, amit még egyáltalán nem próbáltam, de szeretném majd kipróbálni, hogy ezt megtartom. Aztán van itt egy Smashbox Photo Finish szemfesték alap, amit már használtam egyszer-kétszer, és nagyon jó, úgyhogy ez is marad. Aztán van itt egy sí szemfesték alap, ami így drogériás viszonylatban egy nagyon jó kis szemfesték alap, ahhoz képest, hogy mennyire olcsó. Viszont ez már nagyon régóta itt van a fiókban, és mivel vannak más szuper kis szemfesték alapjaim, így ezt kidobom. Van itt egy MAC Pigment, ez a Ten árnyalat, ez valami gyönyörűségesen, fantasztikusan csodálatos, úgyhogy ez mindenféleképpen marad. Van itt három darab ilyen L'Oreal Color Infallible Mono szemfesték, amiket már nem is lehet kapni, pedig ezek annyira nagyon szuperek. Imádom őket, mert hihetetlenül jó a textúrájuk, gyönyörű a színük, gyönyörű a fényük, nagyon intenzívek, és bár ezek már nem mai darabok, de mivel semmilyen furcsaságot nem tapasztaltam még velük kapcsolatban, sem az állagukat illetően, illetve a szememet sem irritálják, így ezek még maradnak, mert tényleg nagyon szeretem őket. Aztán van itt egy ilyen Trendy Tap Elastic Eyeshadow, amit nagyon-nagyon szeretek, de megnézem, mert hogyha van esetleg hasonló árnyalatom, igen, például ez a pupa szemfesték, ez eléggé hasonló, úgyhogy akkor a pupa megy, és ez a Trendy Tap pedig marad. Van itt egy ilyen L'Oreal Color Rich Mono szemhéjpúder, ez egy ilyen gyönyörű bordó árnyalat, ennek is nagyon szuper a textúrája, és gyönyörű a fénye, úgyhogy ezt is megtartom. Van itt két Milani szemhéjpúder. Hájjáj! Ezekből valamelyiket ki kéne baterolni. De nem, mert annyira szeretem őket. Ezek maradnak. Illetve marad ez a Trendy Tap metálos szemfesték is. Ez egy ilyen gyönyörű, hát ilyen lilás, rózsaszínes, nem is tudom milyen árnyalat, de nagyon szép színe és fénye van, úgyhogy ez is marad. Jaj, ezekkel nem tudom mi legyen. Ezeket a Kikótól rendeltem néhány hónappal ezelőtt, ezek ilyen folyékony szemfestékek. Az egyik egy arany árnyalat, a másik pedig bordó, de nem tudom, hogy mit csináljak velük, mert nem igazán használtam őket még. De olyan szép színük van. Nézzük meg az aranyszínt is. Nem is arany, inkább ilyen bronzos. Ezeket még megtartom, egy kicsit még kísérletezgetek velük. Van itt egy Catrice ilyen zselés állagú szemfesték, és ezt nem tartom meg, mert ez az árnyalat nem igazán mozgat meg most, hogy így ránézek, úgyhogy ettől elbúcsúzom. Viszont ezt a Catrice Aquafresh szintén ilyen zselés állagú szemhéjpúdert nagyon szeretem, mert ez viszont egy gyönyörű szín. Aztán van itt még egy Pupa Vamp ilyen krémes szemfesték, hát ez majdnem ugyanez az árnyalat, mint ez a Catrice, amitől megválok, úgyhogy ezt sem tartom meg, ráadásul ez már baromi régóta megvan. Egy év a szavatossága, hát azon már bőven túl vagyunk. És van még itt három MAC Paint Pot. Ezeket mindenféleképpen megtartom, ez a Vintage Selection, ez egy ilyen
pezsgő színű, picit talán csillámosabb árnyalat, ez a Groundwork, ami egy ilyen matt bőrszín, ez pedig a Constructivist, ami egy ilyen sötétbarnás árnyalat. Ups. Ezeket nagyon szeretem, úgyhogy ezek maradnak. Van itt még két Bourjois Satin Edition ilyen krémes szemfesték. Az egyik az egy ilyen rose gold árnyalat, a másik pedig ilyen, hát nem is tudom, ez talán ilyen tó. Viszont az a helyzet, hogy most a Kubától kaptam tesztelésre ehhez nagyon hasonló termékeket, ráadásul nagyon hasonló árnyalatban. Úgyhogy inkább azokat fogom megtartani, és ezeknek pedig sajnos menniük kell. És végre a finishben vagyunk, mert már csak egy rekesz van. Itt van ez a L'Oréal Paradise pomádé, X-tetik szemöldök pomádé, amit még nem próbáltam ki, de szeretném, úgyhogy ez marad. Van itt egy Rival de Loop szemfesték alap, ezt is megtartom. Ez egy Pupa Sport Addicted vízálló szemceruza, ami nagyon-nagyon szuper, úgyhogy ez is marad. A következő az egy Bourjois folyékony szemhétus. Ennek ilyen kis hegyes, filces applikátora van. Itt van jó néhány tús, amikhez még hozzá se nyúltam gyakorlatilag, azon kívül, hogy felbontottam őket. Ez is egy Bourjois szemhétus. Na ezt odaadom valakinek, mert ennek nem igazán tetszik az applikátora. Ezt a NYX Epic Ink Linert még nem próbáltam ki, de erről nagyon sok jót hallottam már, úgyhogy ezt mindenféleképpen megtartom. Van itt egy Clinique Chubby Stick, ilyen szemfestékstift, ez egy ilyen bronzos árnyalat, és ezt nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy ez marad. Van itt két Pupa Multiplay szemceruza, nézzük, hogy ezek milyen árnyalatok. Az egyik az egy sötétbarna, a másik pedig egy ilyen bronzos árnyalat. Hát szerintem azt a bronzos színt ezt elajándékozom, a sötétbarna pedig marad. Ó, és van itt még egy sötétbarna pupa szemcerka, viszont ez még sötétebb barna, úgyhogy ezt is megtartom. Van itt még egy Maybelline Master Precise folyékony szemhétus, ez egy ilyen szürkésbarna árnyalat, viszont ennek nem igazán tetszik a kis applikátora, úgyhogy ezt nem is tudom, hogy ezt használtam egyáltalán. Na mindegy, de mennie kell, az a lényeg. Van itt egy Yves Rocher szemfesték stift, ez egy ilyen nagyon szép kis pezsgő színű árnyalat, de azon gondolkodom, hogy lehet, hogy van már itt nekem ilyen szín. Nincs? Akkor marad. A következő az egy pupa szemhétus, mégpedig a Skinny Liner. Nézzük meg, hogy ennek milyen... ennek kb. Ugyanolyan, mint annak a Maybellinnek, ami az előbb nem tetszett nekem, úgyhogy ezt nem tartom meg. Van itt még egy ilyen pupa kétvégű ilyen szemhéjstift, ez egy ilyen keki szín. Hát ezt szerintem megtartom, mert ez egy szép szín, ilyenen nem nagyon van, illetve van egy pupa Made to Last lila szemfestékstiftem is. Ez is egy elég szép szín, úgyhogy ezt is megtartom. Aztán van itt még egy L'Oréal Tattoo Signature szemhétus. Szerintem ezt megtartom, mert erre kíváncsi vagyok. Van itt egy The Body Shop matt fehér szemceruza, amit talán egyszer használtam, és már baromi régóta megvan. Már nem is fog rendesen, úgyhogy ezt inkább kidobom. Következő az egy Catrice szemceruza. Ez egy fekete szemcerka. Na hát fekete szemcerkákból szelektálnom kell, mert ennyit tényleg a büdös életben nem használok el. Szerintem ezt az Avon Luxe fekete szemceruzát kidobom, mert ez már nagyon régi. Ez a Bejú szürke szemceruza, szintén nagyon régi, ezt is kidobom. Essence Long Lasting Eye Pencil, ez egy barna szemceruza, azokat nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy ez marad, illetve ezt a fekete Catrice-t is megtartom. Aztán van itt egy NYX szemceruza, ez sötétkék, és a kék szerintem nagyon jól megy a barna szemekhez, úgyhogy ez marad. Van itt egy NYX Wonder Pencil, ilyen nude szemceruza, ez például tök jó a vízvonalra, úgyhogy ez marad. És akkor van itt még négy darab szemceruza, az egyik az egy
pupa szemceruza, és ez lila, viszont ez egy eléggé hirtelen lila szín, úgyhogy ezt nem tartom meg. A következő az egy trendy táp metálfényű lila szemceruza, ami szintén nem igazán az én stílusom, úgyhogy ezt sem tartom meg. Aztán van még itt egy Maybelline Master Drama Light Liner, ez is ilyen világosító szemceruza. Ez is tök jó például vízvonalra, vagy belső szemzugba, úgyhogy ezt megtartom. És végül az utolsó versenyzőnk egy Rimmel kétvégű szemceruza, ez a Wonder Ombre holografikus szemcerka, az egyik felén egy ilyen világos szín van, a másikon pedig egy ilyen sötét lila, úgyhogy ezt szerintem megtartom, mert ez a sötét lila szín, ez nagyon-nagyon szép, nem annyira élénk és rikító, mint az a két másik lila szemceruza. Hála az égnek, kiürült a fiók, én azt hittem, hogy soha nem érek a végére. Most jó alaposan kitakarítok itt, aztán visszapakolom, amit megtartok, illetve megmutatom azokat is, amiktől megválok. És íme így néz ki a fiók, miután visszapakoltam. Borzasztóan büszke vagyok magamra, mert szerintem nagyon-nagyon átlátható most a fiók. Tényleg hihetetlen nagy káosz volt itt, és igen, sok mindent ki fogok dobni, lesz néhány dolog, amit elajándékozok, de most nagyon-nagyon boldog vagyok, mert tényleg látom, hogy mi van a fiókomban, és most tényleg olyan dolgok vannak itt, amiket szeretek, vagy amikre szükségem van, vagy amiket tényleg szeretnék kipróbálni és használni. Azt nem tudom nektek megmondani, hogy összesen hány sminktől szabadulok meg, mert most nem akarom azzal húzni az időt, hogy összeszámolom őket, de ahogyan mondtam, lesz néhány dolog, amit ki fogok dobni, illetve lesz pár olyan dolog, amit elajándékozok vagy eladok. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot és írjatok kommentet is, és nagyon köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok. Sziasztok!